Vörös Boris vagyok, borkedvelő, sőt borszakértő. Ma ezt be is bizonyítom. Gyerekek a nagyinál, miénk az este. Csajom főz, azt meghagyom neki, de én választok hozzá pár jó bort. Ahhoz ugyanis én értek a legjobban. Mutatom. Drágám, milyen bort kívánsz? Készültem egy hideg habzóborral, illetve egy könnyű rozéval, de van egy szobahőmérsékletű testes vörösbor is. Melyiket parancsolod? Csináljod már! Erünk már! Nem hiszem. Felbontás előtt a borokat érdemes megfelelő hőmérsékleten, illetve hűvös helyen tárolni. Felbontáskor, illetve a kóstolási hőmérséklet fehér és rozéborok esetében 10-12 fok, vörösborok esetében 16-18 fok, desszertborok esetében pedig nyugodtan 12 fokon kóstoljuk azokat. Kiváló választás, drágám! Előre kibontottam, hogy egy kicsit kikantálódjon. Nem lehet ez. Bontás után érdemes az évjáratos, illetve az idősebb borokat dekantálni. A dekantálás a bornak az átszellőztetését, átlevegőztetését jelenti. Tessék, drágám, egészségedre! A bort a hagyományos kóstoló pohárba érdemes kitölteni, amire jellemző, hogy a kelyhe tulipán formájú, felfelé szűkül, pont azért, hogy az aromákat és az illatjegyeket minél jobban érezzük. Ha habzóborokat, széndioxid tartalmú borokat, pezsgőborokat kóstolunk, akkor hosszabb, magasabb pohárban kóstolunk, pont azért, hogy láthassuk a buborékoknak a felfutását, illetve a gyöngyözését. Általában, amikor kóstolunk, két újnyi bor mennyiséget érdemes kitölteni. Látod, drágám, itt ezt a vonalat? Minél lassabban csorog le a bor, annál minőségibb. Bort úgy érdemes megvizsgálni, hogy először megnézzük, milyen a tisztasága, megnézzük, hogy tükrös, opálos vagy esetleg homályos, utána megnézzük, milyen a színe, majd egy erőteljes csuklóbozdulat segítségével megrázzuk, megpörgetjük a bort a pohárban, utána megszagoljuk. A szaglás során érezzük a bornak a fajta jellegét, az illat intenzitását, vagy esetlegesen a visszafogottságát. Előfordulhat, hogy egy penészes dohos jelleget érzünk a borban, azonban ettől nem kell megijedni, ez az emberi egészségre nem ártalmas. Sajnos ugyanakkor a bor minőségét és a bornak az élvezeti értékét nagyban csökkenti. Ez nagyon érett. Megnézzük, milyen a megjelenése, megnézzük, milyen a tisztasága, megnézzük, milyen a színe, megszagoljuk és lenyeljük. Ha lenyeltük, akkor az orrunkon keresztül visszafújjuk a levegőt, hogy még jobban érezzük az aromákat. Hol a dugója? Na, mindegy. Itt jó helyen leszel. Zseni vagyok. Fogyasztás után, amennyiben maradt bor a palackban, mindenféleképpen lezárva hűtőszekrényben tegyük azt. Pezsgők esetében speciális pezsgő lezáróval. Sokan úgy gondolják, hogy ha a pezsgős palackba egy kis kanalat tesznek, az meggátolja a széndioxid tartalomnak a csökkenését. Azonban ez nem igaz. A széndioxid tartalom csökkenését az alacsony hőmérséklet gátolja meg. Na, ugye, hogy jót választottam.